Én vallom, hogy addig élek, amíg írni tudok, és addig írok, amíg élek. Szóval a kettő egy. Némelyek szememre vetik, ha olykor legősibb ösztöneimet követve vadászom, miközben teljes közönnyel nézik, hogy fajtánk tudatos kegyetlenséggel, előre megfontolt szándékkal pusztítja egymást különböző harctereken, különféle hatalmi érdekektől vezérelve. Egykor a kőbalta volt az ember megmaradásának a leghatalmasabb eszköze, veles általa emelkedett minden más állatfaj fölé. A jelenkor emberének ezzel szemben olyan eszközök állnak rendelkezésére, amellyel pár óra alatt megsemmisítheti mindazt, amit ezen a bolygón a természet csodálatos rendje évmilliók alatt hozott létre. Pedig a kőbalta és az én golyós puskám között a különbség nem etikai, hanem műszaki. Hát ha valami gondom van, meg bajom van, vagy ha semmi gondom és semmi bajom nincs, akkor is egyenként kijövök erre, örülök valamelyik magaslesre, és nagyon jó végig lehet gondolni akár egy regényt is egy ilyen estén. Egyébként elég sok regényt végig gondoltam ezeken a leseken, de azokból egyet se írtam meg, mert minek leírni azt, amit az ember egyébként is tud. Én 37-ben csehszlovák állampolgárként születtem meg, 38-ban magyar állampolgárságot kaptam, lettem. 45-ben megfosztottak a csehszlovák állampolgárságomtól, de a magyart nem vették el tőlem. Amikor szocialista köztársaság lett Csehszlovákia, akkor annak az állampolgára lettem. Amikor a rendszerváltás után ketté vált az ország, akkor szlovák állampolgár lettem. Amikor magyar állampolgár lettem volna, akkor Magyarországon volt egy népszavazás, akkor azért nem lettem. Most pedig azért nem akarok magyar állampolgár lenni, mert én 38 óta magyar állampolgár vagyok, mert az senki nem vett el tőle. Te melyik esztendőben voltál elsős? Elsős? Én 40-ben. Én meg 44-ben, mert én későbbi vagyok, és akkor aztán bezárták, mikor a német híradósok lettek, ha emlékszel rá. Hogy ne emlékszel. Rájuk, és utána meg aztán lóistálló lett a háború alatt. Rektor úrnak itt volt a garázsuk, és volt nekik autójuk. Az a kerekesé. Az a kerekesé? Ja, kerekes, a Béla. Igen. Az már a kerekesé. A Béláék. Béláéké. De jó focizott ő. Fociztam vele még a hődásásba. A Kassai Tália színháznak a színháztermébe mindig boldogan nézek körül, mert volt valami közöm ahhoz, hogy ez létrejön. Annak idején, amikor Beke Sándor fölkért arra, hogy vállaljam a majdani kihelyezett részleg dramaturgiai munkáit, akkor egy percig se havoztam, és úgy írtam alá a szerződést, hogy még a pincér ki se hozta megrendelt fekete kávét Pozsonyba. Vér vagyok és test, véred és tested. A teremtés bennem folytatódik, a mindenség évgyűrűi egymást ölelik bordám alatt. Szárnyakat gondoltam karjaid helyére, hogy repülj, mert nem számít már semmi távolság. Vigyázom az öröklét csendjét, ölelem pillekönnyű árnyadat, az egyetlen igazi otthont. Segíts megmaradni magadban. Segíts megszületni újra. Legyek neked ismét szenvedés és öröm, hogy küszöbödről visszarettenjen a halál. Az én értelmemet a természet kételkedővé tette. De abba biztos vagyok, hogy amíg az anyanyelvünk létezik, és két ember magyarul tud beszélni, addig lesz költészetünk is.